Alapvető célja a mostani helyzetben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzatnak és a kormányhivatalnak, hogy ne csökkenjen, sőt lehetőség szerint tovább nőjön a foglalkoztatottság a régióban. Ehhez nagyban hozzájárult az utóbbi években a két intézmény konzorciumában létrejött foglalkoztatási paktum. Ennek újabb 6 plusz 3 hónapra szóló 100%-os bértámogatására pályázhatnak a vármegye vállalkozásai. A mostani háborús válság közepette különösen jó hír lehet a megyei munkavállalóknak, hogy a megyei önkormányzat egy olyan programot tudott indítani ebben az évben, amely 6 plusz 3-as foglalkoztatási támogatást tud nyújtani munkáltatóknak, munkavállalók megtartása, illetve új munkavállalók felvétele érdekében. Ez 100%-os intenzitású támogatás az első 6 hónapban az egész bért fizeti a program, másik 3 hónapban pedig továbbfoglalkoztatási kötelezettség van a munkáltatóknál. 1 milliárdos keretösszeggel indul ez a program, már befogadjuk az előzetes jelentkezéseket, és rövidesen döntések is születnek ezekről a programokról. A közgyűlés elnöke hozzátette, a foglalkoztatási paktumban az utóbbi években már több mint 7 milliárd forint támogatáshoz jutottak a munkáltatók. 2023 második felében pedig a Paktum Plus program is elindul. Az előző program összességében majd 8 milliárdos keretösszeggel futott, és nagyon sok munkáltatót segített ahhoz, hogy megtartassa az állását, illetve új állathoz jusson, és a Paktum Plusz program keretében, ez még a Paktum program, a most futó pályázati program, ez az 1 milliárdos ráemelés erre a programba, így meg is eladtuk a 8 milliárd forintot. A Paktum Plusz program keretében ugyancsak 7,5 milliárddal indítjuk majd a munkaügyi támogatási programjainkat az év második felében. Pályázni és érdeklődni a vármegyei Paktum irodában Nyíregyházán a Benczúr tér 7 szám alatt lehet, de bővebb felvilágosítást adnak a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának kirendeltségeinél is. Elektronikus úton a paktumiroda@ssbmo.hu e-mail címen adnak tájékoztatást a pályázatról, a szükséges dokumentumok pedig a szabolcsipaktum.hu weboldalon érhetőek el.